Ma egy olyan témáról kell beszélnünk, ami nincsen kellő súllyal benne a közbeszédben, pedig indokolt lenne, hiszen legalább 4 millió embert érint, és ők pedig a társasházi tulajdonosok. Nagyon sok társasházi tulajdonos kereste meg a Mi Hazánk mozgalmat az elmúlt időszakban, hogy próbáljuk elősegíteni a problémáikat, mert rendkívül sok probléma van a társasházak kezelését illetően. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt ez a sajtótájékoztató még csak az első lépés, tehát folytatólagosan foglalkozni fogunk ezzel a problémakörrel. Minden esetre most bevezetésként 5 pontban szeretném összefoglalni a társasházi tulajdonosok visszajelzései alapján, hogy milyen problémák uralkodnak a társasházak kezelését illetően. Az első pont, hogy rendkívüli módon felhígult a közös képviselői szakma. Nem egy esetről tudunk országszerte, hogy a közös képviselők fenyegetik, sőt, akár tetleg is bántalmazzák a tulajdonosokat, és ez a 3 hónapos képzés, ami most van, ez gyakorlatilag nem elég sok mindenre, és ki lehet jelenteni, hogy közös képviselői képzés a szó klasszikus értelmében Magyarországon ma nincsen. A második pont, hogy nagyon sokszor felmerül az a visszajelzés, az a probléma, hogy a közös képviselők gyakorlatilag arrogáns módon eljátszva a főnököt, gyakorlatilag úgy tekintenek a tulajdonosokra, minthogyha ők beosztottak, alkalmazottak lennének, holott a valóságban ennek az éppen az ellenkezőjének kellene lennie, a közös képviselő egy szolgálat. Nyilvánvalóan ezen változtatni kell. A harmadik pont, hogy a rájuk bízott pénzzel nem feltétlenül a legtisztességesebben bánnak, tehát gyakorlatilag a befizetett közös költségeket nem mondják meg, hogy mire költötték, és úgy kezelik a pénzeket, mintha a sajátjuk lenne. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden közös képviselő így jár el, de nagyon sok visszajelzés érkezik hozzánk ebből az irányból, úgyhogy ezen is változtatni kell. A negyedik pont, hogy az is gyakran előfordul, hogy a közgyűléseken, a lakógyűléseken olyan határozatokat szavaztatnak meg, amelyek törvénytelenek. Hát azt gondolom, hogy ezt sem kell különösen ecsetelni, hogy ezen miért kell változtatni. És az ötödik pont, amit fontosnak tartok így kezdésként kiemelni, és ami mint egy keretbe is foglalja az egészet, hogy mivel nagyon sok panasz érkezik a bíróságokra, a jegyzőkhöz, az ő munkájukat rendkívül leterheli. Tehát a közigazgatást leterheli ez az egész jelenség. Nyilván, hogy nem itt kell ezekre megoldást találni, hanem a gyökerénél kell változtatni a problémákon. Úgyhogy még egyszer mondom, ez még csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal több probléma van, és ezeket fel fogjuk tárni, és a társasházi tulajdonosok javaslatai, visszajelzései alapján a Mi Hazánk a nyilvánosság elé fogja tárni a jövőben a megoldási javaslatokat is, mert mondjuk ki országszerte, és még egyszer mondom, nem minden közös képviselő, de mégis kijelenthető általánosságban, hogy létezik egy maffia-szerű működés, amelyben több millió magyar ember, köztük nagyon sok munkavállaló, sok család szenved, márpedig ahol magyar emberek szenvednek valamiféle igazságtalanságtól, ott a Mi Hazánk mozgalomnak igenis dolga van, ez már csak az eszmeiségünkből is következik, úgyhogy a jövőben folytatni fogjuk ezt a missziónkat, és megpróbálunk változtatni ezeken a káros gyakorlatokon.